Az omega blokk jelenség miatt van hőség Európában, így Magyarországon is forróság jön a következő napokban a meteorológusok szerint. Ez azt jelenti, hogy nappal 35 fok felett lesz. Az ANTS a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el. Susánszky Bence riportja. 40 fok mutatta a légkalapács kezelője, legalább ilyen meleg volt a Szél Kálmán tér felújításán dolgozó munkagép fülkéjében. Aki itt dolgozott, nem tudott elbújni a nap elől. A város más pontjain az emberek próbáltak árnyékba vagy a szökőkutak közelébe húzódni. Érkezik az így hívják omega blocking jelenség. Két hideg front tol előre egy meleg frontot. Ez borítja be Európát és okozza a hőséget. Hosszú napokon, sőt talán heteken keresztül. Itt van ez az omega, amiről a mese szól. Az Országos Meteorológiai Központ kutatója mutatja, hogy a következő napokban elborítja az Afrikából jövő meleg levegő Magyarországot. A jelenség speciális alakzatot vesz fel, ez a görög omega jelhez hasonlít, ezért hívják így. A magyar szakmai elnevezése pedig meleg nyelv. Ez az úgynevezett meleg nyelv, illetve ez a magas nyomású képződmény helyeződik tulajdonképpen a Kárpát-medence fölé, kelet felé mozdul el, és ez okozza majd nálunk is a nagyon meleg időt. Mától a jövő hét első feléig napról napra melegebb lesz, szerdán várják a csúcspontot, aztán már hűlni fog a levegő a szakemberek szerint. A hűlni azt jelenti, csak 34 fokos csúcshőmérséklet várható. Ha már valaki szomjas, az már nem jó. Tehát nem szabad megvárni azt, hogy valaki szomjas legyen, tehát a gyerek is, ha már kéri a vizet, akkor már régen rossz. Ezt már egy belgyógyász szakorvos mondja. Az elkövetkező napok hőmérséklete szerinte megviseli az emberek szervezetét. A 35-6 fokot már nyugodtan nevezhetjük extrém hőhatásnak. Ilyenkor megnövekszik a szervezetnek a folyadék leadása, és ez befolyásolja a szervezetnek a működését. Egyrészt befolyásolja a közérzetünket, hogy érezzük magunkat, másrészt életfontos funkciókat befolyásolhat. Az általános orvosi tanács szerint legalább 3 liter vizet kellene fogyasztani kánikula idején, és tartózkodni kell a túlzott kávé és alkohol fogyasztástól. Susánszky Bence, 7/24.